Jók vagyunk, jó állunk. A másikat nem látom, de szerintem jó állunk. Mit szólsz? Szóhoz se jutok. Benne leszek a tévébe, yeah! Na hajrá! Üdvözlök mindenkit! Gábor vagyok ismét, itt van velem Misi, csapattársam, ugye közben alakult egy csapatunk, egy harcrafogó csapatunk, ő is horgászott már egy másik csapatban, tagja volt másik csapatnak, én is voltam annak a csapatnak is a tagja egy másiknak is, de hát úgy alakultak a dolgok, hogy most sőt, még voltunk Váci harcselesők. Még voltunk Váci harcselesők is, így van. Mi már horgáztunk annak idején elég sokat együtt, többször, főleg palotáson, versenyeztünk egymással szemben is, egymás ellen is, és most hát úgy alakult, hogy egymás mellett versenyzünk. Ugye azért fontos, mert most volt a harmadik harcsafogó országos bajnokság, és hát ezen indultunk, ugye ez az új csapatunk, az első versenyünk közösen. Ugye a csapatunk harmadik tagja Tibi, de hát ő ugye a családi okok miatt egyelőre ezen a versenyen nem tudott részt venni. Az első fordulón nem tudott részt venni, a második fordulón már ő is részt fog tudni venni. Ez egy kétfordulós verseny, ugye az első forduló most áprilisban volt, ez Kisgyalánon került megrendezésre, és a következő, a második forduló pedig szeptemberben lesz, Leveleki víztározón kerül majd megrendezésre. Az első fordulón a negyedik helyezést értük el, kettő darab harcsával, az egyik 41 kiló körüli, ugye 40,8, a második ilyen 45 kiló körüli, és hát ennek az apropóján szeretném ezt a kis videót megosztani veletek. Bocsánat, közben mennek itt a hajók, nem tudom, belehallatszik a videóban, mert ugye itt vagyunk a Dunaparton, mert hát honnan máshonnan, ha egyszer Dunakanyar Catfish Team a csapatunk neve. Szóval hát ennek az apropóján szeretném ezt a kis videót megosztani veletek, és ugye a tanulságokat levonni közösen. A versenyről annyit, hogy 5 napos verseny, 4 éjszaka, 5 nap. Az első nap ugye, a nulladik nap ugye lementünk, az első napon ugye kihúztuk, sorsoltunk, nem, rosszul mondta. Első nap a nulladik nap, kaja, pia, szimfónia. Na, a 8-kor regisztráció, fél 9-9-kor már tudtuk, hogy a 25-ös az utolsó helyet húztuk tulajdonképpen, úgyhogy borzasztó nagy szerencsénk volt azzal a helyen, ugye ez egy mélyebb része a tónak, a kifolyó. A gát a kifolyó. Ami átmegy a másik. Így van, úgyhogy volt egy 2-2-20-as vízünk körülbelül, elég nagy volt a terület. Jól jártunk, de igazság szerint ami hal és kapások jöttek, az mind egy helyről jöttek, úgyhogy hiába volt borzasztó nagy területünk, egy helyen tudtunk csak halat fogni. Az első nap ugye nem fogtunk halat, de legalább éjszaka grilleztünk egy kicsit. Ja. Jól éreztük magunkat. A második nap, második éjszaka fogtuk a 40,8 kilós halat, közel 41 kilósat. Annak borzasztóan örültünk. Ó, nagyon, az első komoly hal a verseny, amit mi fogtunk, kárász hívásra, de bent fogtuk egyébként. Azért hozzá kell tenni, hogy tényleg akkor kezdtek ki így. Így van, a második este kezdtek hívni. A kárászok ott hívtak a lábunkban. Nem csak csobogott a víz, úgyhogy még a kárász is eredményes volt, azért ezt tegyük hozzá. Igen, már 2 vagy 3 kapásunk, rontott kapásunk, az mind ilyen másfeles. Ekkora kárászokra jött. Még nagyobb. Vagy még nagyobb is. Disperzites vödör. Szóval nagyon nagy kárászokra jött. Brutál halakkal horgáztunk. Ez volt az a hal, amit megegyeztünk, hogy a első kapást, hogy a filmet tudja csinálni, tehát a kapást, én videóztam, és a Misi fárasztotta ugye az én botommal. Így van, arra a botra jött. Arra a botra jött az első hal, a második az meg hivatalos is a te botodra jött, úgyhogy tök jó állunk szerintem. Ez a negyedik hely, amivel most végeztük az első fordulót, szerintem ez tök jó. Szerintem.
Köszönöm. Sok csapat reggelre halat nem látott, úgyhogy mi voltunk a elsők, akik a első darabosat fogtuk, mert a pölöskejéknek a versenykezdése után délután jött egy 5-20-as. Így van, nekik még nappal jött az első haluk, egy 5-20-as, ők ezt tartották is, szerintem nem is fogtak többet. Ugye állított botos bójás módszerrel horgáztunk, ezt azért fontos megjegyezni, olyan 2-2-20-as vízünk volt körülbelül ugye átlagban. Igen. Mert ugye Misi volt bent radarral, az ő radarjával indultunk a versenyen. 2 méter fölötti vízmérsékben általában bójás módszert szoktunk alkalmazni, legalábbis mi. Misi is előszeretettel alkalmazza, én is nagyon szeretem. Ugye mondják többen, hogy az állított botos módszer az a kényelmi horgász módszer. Na most ez a mi esetünkben ez nem így van, felváltva őriztük a botokat. Azonnali bevágás következett a kapásra, úgyhogy ezt azért kimerem jelenteni, hogy nem kimondottan csak kényelmi horgászmódszer. Ahogy megcsörrent, figyeltük, tehát a legoptimálisabb időben volt mindig a bevágás. Nem a sátorból, meg az ágyból horgáztunk, ez biztos. Na most a következő éjszaka, ugye nappal semmi, sajnos, próbáltunk csali halazni. Következő éjszaka sajnos volt 3 vagy talán 4 rontott kapás. 3. 3, és 3. A harmadik az, ami elszakadt. Így van, 2 komoly hal, súlyos halak, és a harmadik, ami elszakadt, az meg egy tehén volt, tehát az sajnos, a legsúlyosabb hal volt. Sajnos ezekről a kapásokról nincs videó. Ugye azért hozzá kell tenni, hogy ezen a versenyen 3-as horgot nem használhatunk, 2 darab 1-es horog és 1 segédhorog alkalmazható. Mi úgy döntöttünk, hogy 100-as monofil előkével horgászunk. Megfogtuk ugye a 41 kilós halat, akkor utána volt egy pár rontott kapásunk, és nem ellenőriztük az előkének az épségét, és sajnos a 100-as monofil beszakadt. Így van. De azt tudja, hogy külső behatás sérült, az a zsinór lehet a 20-adéktól, egy kagyló, vagy bármi, mert hogy ott volt egy olyan nagy felőszakadás, és voltak 20-adékok a vízen, úgyhogy lehet az, nem igazán szokott elszakadni 100-as mono. Azért vonjuk le a tanulságot mindig, darabos hal után új előke. Ha monofillal horgászol, új előke. Így van. Kötöttünk új előkét egy 130-as monóból, amit kaptunk a pölöskéjéktől. Köszönjük, Tibi. Meg Karcsi. És Karcsi. A 45 kilós már arra is jött, arra az előkére, a 2 darab 8-0-es gomára. Amit te kötöttél előkét. 2 darab 8-0-es goma kacsi horgot. Az utolsó éjszaka, így van. Nem a sátorból, meg az ágyból. Így hát van. Száztunk, itt nem volt alkoholizálás. Jó, iszogattunk egy strampival, vagy a halra kocintottunk. Lehet azért 95 órás versenynél azért, igen. 96 órás versenynél azért. De... Azért muszáj jól érezd magad, meg valamilyen szinten azért éberen tartani magad. Szerencse. Horgász, szerencse is kell hozzá, tudás is kell hozzá. Most, ha egy kicsit több szerencsénk van 2 halunk, akár lehet, hogy elsők lettünk volna. Tehát ugye tudni kell a versenyről, hogy 40 centi alatti harcsát nem mérünk. Lati Feri barátunk, ő fogta a legkisebbet, 41 centi érték, legkisebb értékelő halat. 0,52 azt hiszem, ha jól emlékszem, 51 vagy 52. Igen. A Fati Feri fogott azért még. Jaj, 13-8-os, meg neki is elment egy nagy. A Moxéknak is elment egy nagy, mikor az élőben voltunk, a 45 kilósnál, mert akkor beszéltem a Fatival, és úgy dobtam le a telefon, Pölöcskei vette át, hogy átjött, és így van a Moxéknak bejött egy nagy hal, elszakadt, és még a haverjának, vagy a csapattársának még a gyerekbe is dobta a vízbe a botot, úgy kereste meg a Moxi a csekélybe. És utána hajnalban az oroszék előztek majdnem be, egy 70-essel, és utána délelőtt meg a Med-2-esek is beelőztek, egy 87-essel, meg a oroszinak még jött a Gabiéknak, a admin tímeseknek, meg a Rúzsa Gyuri barátoméknak egy 32-6-os, ha jól emlékszek, és akkor így lekerültünk a második helyről. Így szépen csúsztunk az első, illetve még az első este első, nem második este első helyen, igen, voltunk, aztán szép lassan a negyedik helyig visszacsúsztunk, hiába közben fogtunk egy 45-öst.
Nem lehet. Jó. Megérdemeljük ezt a halat, mert te annyit, hogy rengeteget, meg rengeteg megy el, nem van. Három, tehát ettől is megyek, nem? De ami hajnalba elment, szerintem az, az kész voltam. Attól én is. Amúgy beszéltünk a Fatival kapásról, és nagy szép akasztottak hátul. Egy akkorát elmennek, hogy belevasznak a nyitvába. A halmok? Hát, egy... Hát, egyszerű. 40 körül, aha. 35-40. Azaz. Neki fog zenni. Megint nem iszunk rá. Egyéni rekordra, de... De hogy nem, hát... Na, Jákob, jászakom. Jöjjön, azt akkor próbáljuk. Nagyon. Nem jó, mert nem jó, mert meg mindig kérdezik. Jó, nagyon jó volt, mondom jó erőt, de ezt kihalunk, ami 41-es szükséges, ez nem volt az. Hamar feladta. Vigyázz, ahol ez legyen. Megvan? Túljam elő, vagy ne vagy itt a engem. Hát azért, hát azért ez a hal nem 40 kiló. Ez nem 40 kiló. Lehet, hogy ez egyéni rekord. Ez egy olyan, itt a hal 40 kiló. 50? Na akkor gyorsan engedjük vissza, hagyj pihenjen meg. Nem volt több, pedig azért még 3-4-10-kor jött ez a 45-ös, 11-re már benn volt, 10:30-re a friss szerelék, még volt 12-13 óránk a versenyből, még meg is osztottam, hogy 12 óra után a MOSZ oldalról, hogy még a dobogón vagyunk a második egyenlő, helyen. Egyenlő. És ami aztán a Csabudáék voltak a nőtincsi barátaink a első helyen. És azért azt el kell mondani, hogy ezen a versenyen leginkább a darabosabb halak jöttek, tehát hogy a 10 kiló fölöttiek, leginkább. Igen. Azt hiszem 30 körüli az átlag súly. 32 vagy 33 kiló valamennyi, nagyon magas volt a átlag. 30 fölött. Még magasabb volt, mint egy hónappal ezelőtt a házi versenyeken, ugyanúgy 25 csapat. Igaz, hogy több halat fogtak ők, 1057 kilót, mi meg ilyen 700 körül, 7, valahogy majd is. Közel 800 valahogy kiló. Ottan 23 és fél volt, de hát ugye ottan mindjárt első éjjel, meg a utolsó éjszaka tórekord, hát amit itt is majdnem megdöntöttek a Sárvályi Matyiék. Bizony, nem sok gratulálunk is a Medkettes fiúknak. Innen gratulálunk. Aztán bizony, meg is nyerték ebben a első fordulót, de azért leveleken oda fogjuk mi is tenni magunkat. Meg úgy gondolom, hogy minden csapat, még azok is, akik esetleg nem volt kapásuk, vagy nem is szereztek halat, meg pontokat, szerintem azért nem fogják a fiúk feladni, ahogy ismerem a harcsásokat, úgyhogy mindenki megcsinálja, aztán levelek egy másik pálya. Következő fordulóban már egy kicsit másképp lesz, most megvoltak, amiket szerettem volna, tök jó kis halkivételek, meg kapás, megvolt a kapás. Mivel megbeszéltük a Misivel, hogy én kamerázok, mert szeretnék jó felvételeket készíteni, hát többé-kevésbé sikerült is. A fárasztásról, kapásról, úgyhogy Misi meg a végezte, meg a halkivételről, úgyhogy Misi végezte a munka oroszlán részét. Hát még a Tibi hiányzott, ő nagyon hiányzott. Hú, az nagyon. Egy harmadik személy a csapatban nagyon hiányzott. Lehet, hogyha Tibi nem van. Nem lettünk volna ennyire fáradtak. Igen, lehet, ha Tibi van, akkor őnek is lett volna beleszólásra. Más... Hát figyelj, nem vagyunk olyan fáradtak, akkor másképp gondolkodsz, akkor már lehet, hogy nem lett volna annyi rontott kapás, úgyhogy ez is bele tartozik. És akkor volt még egy kapásunk a utolsó este, mert de az kis harcsa volt. Az kicsi volt, igen. Még jövő fényváltás előtt láttuk a Rablesten 130-140-re a zsiliponalba pecáztunk, és az ott onnan rásanyultunk a botra, mert picike volt a egész. Hát nagyobb volt a csali hal, mint a harcsa szerintem. És eredménnyel elégedettek kell, hogy legyünk azért. Az eredménye borzasztóan, sőt, hát azért ugye, mint mondtuk, a szerencse is hozzátartozik, mert jó helyet húztunk. Igen, tehát a sorcsolásnál már sok eldől,
De hát senki nem tudta. Azért tegyük hozzá a... velünk szemben a túloldalon. Akik nyertek egy hónappal ezelőtt, nem volt a egy hónappal nyertek. A Páncsicsék, szabados a helyi versenyen, ugyanazon a tón, Kisgyaláni tón, ők viszont most nullázta, pedig velük szemben és voltak. És úgy, hogy kapásuk se volt, ugye ők már minden OB-n indultak, és az első fordulóban mindig nulláztak. Ahogy most is valamiért nincsen szerencséjük, és nem tudják, szerintem ők se. Hogy miért, de valószínűleg ezt is kielemezzik, ahogy mi is kielemezzük a sokrontott kapást. Mint minden csapat gondolom, minden harcsás, vagy akár a bojlisokról, vagy bármilyen versenypecáról beszélünk, hogy hol hibáznak, hogy utána, amikor letisztul bennük a kép, vagy átgondolják ezt az egész versenyt, ezt a több napot, főleg ugye a bojlisok meg a harcsások, több napos versenyek, biztos, hogy mindenki leül, hogy kielemezze, hogy mit, miért. Ha a rontott kapások megvannak, akkor első. Mert hogyha csak 40 kilóval számolom azt a 5-ből 3-4 halat, tehát egyik az tuti, hogy tehén volt, akkor már ott vagyunk, vagy majd két hallal, talán még akkor is a másodikok, mert a medkettesek 2-80 pluszos voltak, 171 kilójuk van. Mondjuk azért nehéz utolérni, igen. Hát majd meglátjuk leveleken, így bármi van. Lehet. Úgyhogy várjuk a leveleki fordulót. Egyelőre ennek is borzasztóan örülünk, nagyon boldogok vagyunk. Egyáltalán részvétel miatt is, úgyhogy ez egy pozitív, nagyon jó, mert elég jó megszervezett verseny volt, nem, Misi? Szerintem igen. Ez még csak a harmadik szervezésű harcsás verseny, Mohosz által szervezett harcsás verseny. Most srácok, találkozunk a szeptemberi fordulón, bár azért remélem, én külön jelentkezek majd vagy harcsás, vagy dunai horgász videóval. Görbüljön mindenkinek, ugye Misikém? Hát ez így van, most ugye itt a tilalom, pihenjenek a halak, de hát ebben sem nagyon értek egyet, de teljesen mindegy. Sose fészkeztem, nem is fogok, ha lehet horgászni, ha nem. Úgyhogy leveleken folytatjuk a OB-t, mindenkinek, minden résztvevőnek fogunk ott is szurkolni, hogy mindenki fogja legalább egy értékelhető halat, de mi úgy megyünk oda, hogy jó helyen vagyunk, tudom, hogy tudunk pecázni annyira, hogy akár ott is szép eredményt elérjünk, nem vagyunk mi profik, csak szeretünk horgászni. Pontosan. Ez megint egy jó megmérettetés, úgyhogy... Úgyhogy mindennek fogunk tenni a legjobb eredmény elérésére. Meglátjuk, hogy az a leveleki víz mit fog adni. Én egyszer voltam ott horgászni, ugye a Viktorral akkor megnyertük, 7 kapásból 7 halat fogtunk. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Misi azért országos második. Igen. Voltál az első. Így van, a Viktorral az első országos. Tavaly nem mentem el, mert a nőtincsekről koncentráltunk a háromfordulós versenyre, amit már nagyon bánok, de hogy én több OB-t nem hagyok ki, azt ott biztos. Most már én sem, nekem ez volt az első OB-m, egyelőre ugye hát még az első fele telt el, de én nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, hogy egyáltalán ott lehettem, és hát várjuk a második fordulót a levelekit. Egész nyáron, aki kint van a vízparton, érezze jó magát, fogjon sok halat. Tényleg köszönjük a marsaloknak, a Gáboréknak, a ottani halőröknek a részvételt, a segítséget. A mérlegelést, a pozitív hozzáállást, köszönjük. Meg nagyon rendesek voltak, úgyhogy... Le a kalappal, igen, így van. Jó harcsás víz. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.